Szakmai napot rendeztek az Ágnes program keretében a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az Ágnes program az a szakmai összefogás az áldozatokért projekt, mely Európai Uniós és állami támogatásból valósul meg. A Megyei Gyermekvédelmi Központ, a Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, valamint a Megyei Rendőr-főkapitányság összefogásával. A programban a Széchenyi Egyetem Jogi Karai szerepet vállal, hiszen hallgatói önkéntes munkával támogatják az áldozatsegítést. Nagyon szeretik a hallgatóink ezt a fajta terepmunkát, amit biztosít számukra az intézmény. Fontos ugyanakkor a szakmai gyakorlat, hiszen mindegyik képzési formánkban a tanulmányok része megfelelő szakmai gyakorlat, és az igazságügyi szolgálattal együtt tudunk működni, hogy elküldjük a hallgatóinkat hivatalosan is a szakmai gyakorlatra, és ott tehetik le. A szakmai napon workshopokat szerveztek a résztvevő szakembereknek, így a védett szállások működésének tapasztalatait és az áldozatok pszichológiai szükségleteit is az érdeklődők elé tárták. A családok átmeneti otthonai is jelentős feladatot vállalnak a családon belüli erőszak áldozatainak segítésében. A családok átmeneti otthonai az országban 10 olyan van kiemelve, akik kimondottan krízisközpontokat vezetnek, ahol a családon belüli erőszak vagy a kapcsolati erőszakból érkező személyeken tudnak segíteni. És azért kapcsolódunk az Ágnes programhoz, mert az áldozatsegítők nagyon sok esetben tudnak segíteni az áldozatainkon. Az Ágnes program szakmai napján az elnőiesedett társadalom és a férfiak áldozattá válása is kiemelt szerepet kapott, hiszen külföldi adatok alapján nem csak a nők vagy a gyerekek, hanem sok esetben a férfiak is elszenvedői az erőszaknak. A témában kiemelt jelentőséggel bír, hogy a társadalmi elvárások miatt a férfiak ritkán hajlandóak segítséget kérni és felfedni a helyzetet, amibe kerültek. Az én kutatásomban ez derült ki, hogy egyáltalán nem akarnak szembenézni azzal, hogy őt valaki bántalmazza, mert nevetségessé válnak, mert nem kérnek segítséget. Angliában mindenhol a világ nagy tájén, ahol felméréseket csináltak, és azt találták, hogy bizony a férfiak nagyon nagy részben áldozatai. Családon belül erőszaknak is egyébként mindig ők áldozatok, több számban, minden téren, mert egymással ugye harcban vannak. De ez azt jelenteni, hogy foglalkozni kellene azzal, hogy a férfi mint áldozat, de a férfi maga nem akarja. A szakmai összefogás az áldozatokért projektben az önkéntesek mellett a pszichológus biztosítása is új lehetőség, sőt a szakemberek az önvédelmi sportoktatását is beemelték a programba. Ennek az a célja, hogy akár már áldozattá vált személyek vagy a potenciális áldozatok részére, azon túl, hogy az első feladat mindig az elfutás, azért megmutatja, hogy ha olyan helyzetbe kerülünk, ahol mégsem lehet elfutni, akkor azért egy-két fogást tanuljunk, ami sikeres lehet talán a saját magunk megvédésében. A program elérési mutatói is egyértelműen alátámasztják a sikerességet, hiszen Győr-Moson-Sopron megye az országos átlaghoz képest 160%-kal több áldozatot ér el.